Szeretettel köszöntök mindenkit, én is itt a Kutatók Éjszakája rendezvényen, és igyekszem mindig egyrészt betartani a rendelkezésre álló időkeretet és nem túllépni, másrészt valami olyan témát szoktam volt így a Kutatók Éjszakájára, ami ilyen lájtosabb, meg talán nagy közönség számára is érdekes lehet, meg persze hozzám is közel áll. És hogyha aki ismer engem és meglátta ezt a címet, hogy Iron Man és hogy Vasember a valóságban, akkor minden bizonnyal gondolható, mert hogy én nagyon szeretek futni, mondom azok számára, akik kevésbé ismernek, hogy a futás az nagy szenvedélyem, szóval, hogy ez már így predesztinálta, hogy akkor az Iron Man vélhetően egy olyan hagyományos triatlon távról szóló előadás lesz, amiben szerepel 3,8 km úszás, 180 kerékpár, és egy maraton futással zárul ez a verseny, és hogyha meg kellene mondjuk névvel is mondanunk, hogy ki akkor igazából az Iron Man, akkor minden bizonnyal Szőnyi Ferenc ott lenne a válaszok között, mert hogy ő Magyarországon, aki egy picit is jártas ezekben a kérdésekben, akkor mindenki számára hatalmas nagy példakép, nem elég, hogy ő egyszer képes ezt a távot megcsinálni, ő képes egymás után ezt 10-szer, de ha nagyon úgy kell, és olyan a verseny, akkor ő 2-szer megcsinálta már ezt egymás után 20-szor is, úgyhogy ő egy hihetetlenül kitartó ember, nem csak triatlonozik, hanem ultratávokat is fut, például 480 kilométert úgy a Himalájában, hogy közben volt mondjuk 9000 méternél is több szintemelkedés. Hihetetlen, szóval azt gondolom, hogy fizikailag minden bizonnyal ő az egyik legismertebb Iron Man, nem csak Magyarországon, hanem talán a világon is. Viszont, hogyha azt a szót halljuk, vagy az az előadásomnak ugye az volt a cím, hogy I am Iron Man, akkor minden bizonnyal nem Szőnyi Ferencre gondol a többség, hanem sokkal inkább Starknak az ikonikus mondata, amit most itt egy videót gondoltam bejátszani, de az idő rövidségére való tekintettel nem játszok be. Mindenki, aki ismeri a filmet, emlékszik rá, hogy I am Iron Man, hangzik el Tony Stark szájából sokkal jobb orgánummal, mint az enyémből. És a hallgatóim, akik így láttam, hogy vannak bekapcsolódva, bízom benne többen is egyetemi hallgatók, tudhatják, hogy amikor előadást tartok, akkor nagyon sokszor szerepel benne a technológia, mint ahogyan délelőtt is szó volt, vagy inkább már kora délután a tudománynapi konferencián. Ez a technológiai újítás, ez mindig is megmozgatta a fantáziámat, és sok előadásomban is ez szerepel. Így van a maiban is, ami izgalmas kérdés még a Vasemberben, nem csak, hogy fizikailag ki a Vasember, hanem, hogy a Vasember filmben megjelenő technológia az a valóságban mennyire létezik egyáltalán, vagy pedig ez egy ilyen nagyon science fiction. Azt mondanám, hogy ami még a filmek elején megjelent, vagy hogy mondjam, így az első verzióban, amikor megláttuk Tony Starknak a hihetetlen okos otthonát, akkor az még lehet, hogy science fictionnek tűnt, ma már abszolút nem az. Tehát ezek az okos otthonok, beszéljünk akár az Amazonéról, a Googleéről, vagy akár az LG-nek a legújabb okos otthon technológiájáról, ami képes arra, hogyha egyrészt tudja, hogy mi van a hűtőben, és ennek megfelelően mondjuk receptet kínál nekünk, hogy az ott fellelhető hozzávalókból mi mit tudunk főzni. Szóval, hogy ez a Vasember otthona, ez egyre inkább valóságnak tűnik, mint ahogyan Vasember páncélja is valóságnak tűnik, és használunk is már exoskeletonokat az iparban. Ez ugye ezen a képen talán kevéssé látszik, de ott az úriembernek a hátán, vállán van egy olyan, mondjuk úgy egy ilyen külső csontváz, ami hatékonyabbá teszi az ő munkáját, és sokkal nagyobb erejű munkavégzésre és energia kifejtésére képes, de ezt az exoskeletont, ezt használják a hadseregben is. Sőt, az amerikai hadsereg, ahogy így olvastam, még 2019-re ígérte, hogy ő megcsinálja a Vasembert valóságban is, a hadseregben is használható technológiává. Nem olvastam arról, hogy ez megjelent volna, bár van olyan hallgatónk, aki katona Magyarországon, lehet, hogy őt kéne megkérdeznem, hát ha többet tud erről, bár attól tartok hadititok. Viszont maga a Vasember páncélja az működik, illetve hát megvan. Egészen pontosan már 4 évvel ezelőtt legyártotta egy kínai gyártó magát a páncélt, tehát nincs benne az a technológia, mint ami az eredeti Vasemberében benne van, viszont a páncél az megvehető, akinek mondjuk megér 100 millió forintnak megfelelő nagyságrendű összeget, ő ezt meg is vásárolhatja. Illetve elkészítette egy amerikai műsorvezető tavaly azt a páncélt, ami nem tudja a
Nyilván az egész vasember technológia nincs benne, viszont tud ez a páncél, ez repülni is képes, de mivel Laci azt mondta, hogy ne húzzam túl, és másra tartogatjuk az időt, akit érdekel, javaslom, keresse rá, meg lehet nézni, valójában tud repülni már, az űrge ezt ki is próbálta, és nagyon élvezte, hogy ő tud ezzel a páncéllal röpködni. Szóval egyre több minden valósul meg ebből a mondjuk úgy, hogy skifiből, és a valóságban is, ahogyan a technológia fejlődik, beépítjük ezt a vasember technológiát. És aki nem csak azt tudja rólam, hogy szeretek futni, és izgatnak ilyen technológiai kérdések, aki még ennél is jobban ismer, az tudhatja, hogy ami még nagyon-nagyon izgalmas kérdés, bár én pszichológia szakra nem járok, de nagyon izgat az a kérdés, hogy milyen személyiség is van egy-egy karakter mögött, és hogyha megnézzük, hogy vasember személyisége az milyen, akkor néhány idézettel szeretném ezt alátámasztani. Ugye alapvetően van egy jövőképe, egy küldetése, jobbá tenni a világot. Ambiciózus, megpróbálja akkor is, hogyha minden ellene játszik, megszállott, hiszen 80-100 órát dolgozik egy héten. Megfelelően, hát kerestem szalonképes kifejezést arra, hogy ahogyan ő fogalmazott mondjuk az alkalmazottak eltávolításáról, én azt írtam ide, hogy nyers, de mondhatnám azt is, hogy bunkó, kifejezetten időnként. Illetve hát humoros is tud lenni, hiszen például ez a mondat, hogy nem vagyok földön kívül, de egykor ez voltam, ez egy kifejezetten jó humor, és hogyha a vasember rajongók azon gondolkoznak, hogy ajaj, lemaradtam egy vasember filmről, nem emlékszem, hogy Tony Stark szájából mikor hangzottak el ezek a mondatok, akkor nekik üzenem, hogy nem maradtak le semmiről, ugyanis ez nem a filmbeli vasembertől vett idézeteket láttunk itt az előző szlájdon, hanem a, hogy mondjam, talán aki a valóságban leginkább vasember karakterét nem azt mondom, hogy közelíti, hanem valójában azt is mondják nagyon sokan, hogy Elon Muskról formázták a vasember karakterét, akinek, hogy van küldetése és jövőképe az egyértelmű, ő maga úgy fogalmazott, hogy az ő küldetése a világ megváltoztatása és az emberiség segítése. Nagyon ambíciózus célokat fogalmazott meg, úgy mint a globális felmelegedés csökkentése, fenntartható energiatermelés és fogyasztás, emberi kihalás kockázatának csökkentése, ugye fejébe vette a Mars kolonizálásának a megvalósítását. Ugye gondolkoztam azon, hogy hát hogyan lehetne kötni a mostani előadásomat az előttem elhangzottakhoz, hát például itt a fenntartható energiatermelés és fogyasztás, ugye neki Elon Musknak is van erre nagyon sok elképzelése, és ahogyan ezeket a célokat ő próbálja elérni, azt mondanám, hogy ennek eszközeként a felépített vállalat birodalmát használja, ami a CIP2-vel kezdődött, aztán a PayPal-lal folytatódott, vagy PayPal-lal, de hát Elon Musk birodalmát és munkásságát azt gondolom, hogy mindenki sokkal inkább a SpaceX-ről, illetve a Tesla-ról ismeri. Hát ha máshonnan nem, akkor a nagy közönség számára az a marketing fogásnak sem utolsó megoldás, amikor a Teslát kilőtte az űrbe, és sikerült neki napkörüli pályára állítani, és most már egyébként itt ezen az ábrán azt látjuk, hogy ez a Roadster, ez Mars közelben van most már. Szóval, hogy azt mondom, hogy mindenki talán, ha addig nem ismerte Elon Muskot, innentől kezdve hallott róla, nagyon sok ellenérzést váltott ki önmagában ez az akciója is, de hogyha így nagy egészben próbáljuk nézni, hogyan illeszkedik mondjuk ez az akció az ő küldetésébe, hát az egésznek az volt a lényege, hogy újrahasznosítható rakétákat használt ebben a kilövésben, illetve hát maga az elektromos Tesla is a környezetvédelmi célokat egyértelműen alátámasztja. És hogy mennyire komolyan gondolja, meg mennyire nagy játékossá és szereplővé vált a SpaceX, mi sem példázza ezt jobban, hogy az egyetlen olyan magáncég, akivel a NASA is közös akciót hajtott végre, éppen talán a múlt héten lőttek föl egy újrahasznosítható űrkapszulát. De nem csak a birodalmához, nem csak a SpaceX, illetve a Tesla tartozik hozzá, hanem a Virgin Hyperloop elképzelése, amit ugyan, hogyha nincs is sok időnk, de azért ezt a videót miközben magyarázok, azért megmutatom, mert hogy az első tesztelésen túl van ez a Hyperloop, már olyan teszteléssel, amiben emberek is utaztak, egy rövid szakaszt tettek meg, ugye egy ilyen légritka térben mozog ez a kapszula, és tervek szerint ez egészen mondjuk ilyen 1000 km/h fölötti sebességet is el fogunk tudni majd érni ezzel a technológiával.
Pillanatnyilag még 160 kilométerig gyorsul talán, viszont a lényege, hogy ezt mondjuk 2 másodpercen belül elérte. Szóval ez az a technológia, amivel Elon Musk a közlekedést szeretné forradalmasítani. Persze voltak mindenfajta olyan elképzelések, hogy mondjuk Budapest, Pozsony, Bécs is be lenne kapcsolva ebbe a Hyperloop hálózatba. Hát nyilván nem itt lesz az első hogy mondjam, útvonal kialakítva, hanem vélhetően az Egyesült Államokban. Nagyon sok technikai, technológiai kérdés nehezíti még ennek a valóságban való teljes körű alkalmazását. És aztán, hogy napjainkban miket fontolgat, vagy milyen kérdésekkel foglalkozik még, talán a legjobban a Neuralink cége és annak a legújabb fejlesztése borzolta a kedélyeket, vagy azt is mondhatnám, hogy borzolta az idegeket az elmúlt hetekben, mert hogy ez a Neuralink egy olyan technológiát alkalmaz, illetve tervez megvalósítani, és a kidolgozás fázisában vannak, aminek az lenne a lényeg, hogy mondjuk egy ilyen chipszerűséget beültetnek az emberi agyba, megvan ennek, illetve hát kérdés, hogy megvan vagy nincs, de hogy dolgozik pillanatnyilag a technológián. És hogyha megnézzük, hogy mire lesz jó, például lehet tölteni, úgy ez. Ezek az abszolút hosszú távú elképzelések, hogy hogyan tudunk mondjuk zenét letölteni a fejünkbe, hogy mennyire nem kell majd nyelvet megtanulnunk, mert azt is le tudjuk majd tölteni, vagy át tudjuk tölteni az emlékeinket mondjuk valamilyen más platformra, akár egy más embernek át tudjuk adni ezeket az emlékképeket. Na, ez viszont már egy nagyon erősen egy ilyen Black Mirror, aki ismeri a sorozatot, tudja, miről beszélek. Szóval ez nagyon erősen egy ilyen Black Mirror effektust idéz. Rengeteg kritika övezi nyilván ezt. Nagyon-nagyon sokan kritizálják Elon Musk munkásságát, egyet kiemelve közülük. Nyilván tudósok aztán főleg nem, hogy mondjam, nem feltétlen dőlnek be mindenfajta ilyen újításnak. Elhangzott az is, hogy egyáltalán semmi újat nem jelent mondjuk ez a Neuralink technológia, csak jól van marketingelve, jól van piacosítva, de igazából semmi újat nem mond, semmi olyat nem tesz hozzá, amit a világ tudósai már ne ismernének. Az egyik véglet, hogy már ismerjük, semmi újat nem mond, a másik véglet a kritikákban az szokott lenni, hogy ugyan már hát ez mindegyik teljesen irreális, és abszolút lehetetlen, és nem létező az az álomkép, amiről Elon Musk hosszú távon beszél. Hogy ezekre a nagyon szkeptikus kritikákra ő hogyan reagált, nekem az egyik kedvenc reakcióm tőle az az, amikor Nobel-díjas atomfizikust idézve azt mondta, hogy a fizika mindig csak lehetetlen, vagy triviális, mert amíg nem értjük, addig lehetetlen, utána viszont már triviálissá válik. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól kifejezi azt a, és választod arra a kérdésre, amit feltettünk, hogy milyen személyiség is valójában vasember, és még egy idézetet hozva tőle, azt mondta, hogy igazán bonyolult és nehéz dolog kérdéseket feltenni, hogyha ez megvan, akkor a többi már gyerekjáték, úgyhogy minden hallgatónak, már úgy értem, hogy egyetemi hallgatónak, vagy fiatalnak, aki még így kutatói pályája elején van, tudom üzenni, hogy igen, mindig ezt mondjuk mi is oktatóként, hogy tegyünk fel jó kérdéseket, és keressünk rá jó válaszokat. És azt gondolom, hogy most már lassan így az időm lejár, mert legalábbis remélem, hogy nem a szó szoros értelmében, de az előadásra szánt idő lejár, úgyhogy összegezve, hogy ki is valójában korunk vasembere, vagy ki is Elon Musk igazán, mondhatjuk, hogy ő egy üzletember, aki jól vagy kevéssé jól működő vállalatbirodalmat épített föl. Sokan tekintenek úgy rá, kiindulva az ő célkitűzéséből, hogy ő a világ megmentője. Zseninek tartják nagyon sokan, mások őrültnek, ugye tudjuk, hogy a kettő között azért nagyon szűk a mesdje. Van, aki azt mondja, hogy ugyan már egy szemfényvesztő lövöldözi itt a Tesláit az űrbe, igazából ez csak marketingfogás, ő a világ egyik legnagyobb szemfényvesztője. Mások azt mondják, hogy menthetetlen álmodozó, de ha már ennyi idézetet hoztam, akkor mondhatjuk azt is, hogy hát igen, színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, köztük Elon Musk is, hiszen láttuk őt közösen szerepelni egy nagyon rövid idő erejéig. Most a lányom mérges lenne, ha nem mondanám Csípőből, de szerintem ez a Vasember 2-ből származó jelenet. Azon kívül egyébként még az Ifjú Sheldon című sorozatban is éppen a napokban láttam felbukkanni Elon Muskot, szóval, hogy színészi babérokra is tör, úgy tűnik.
Biztos tekintsünk rá bármelyikként az imént hozott jelzők közül, azt gondolom, hogy talán ő az, aki a valóságban leginkább korunk vasemberének tekinthető. Természetesen Szőnyi Ferenc mellett. Én köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Megadtam az e-mail címemet is, hogyha bármilyen kérdés hozzáfűzni való van, akkor ahogy erre Laci utalt, ezt e-mailben várjuk, de ha valaki nem tudja magában tartani, és most szóban szeretné, akkor arra is szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.